Sziasztok, Laci vagyok, a kettőt nézitek, hogyha ha audio cég vagy és nincsen vezetékmentes fülhallgatód, akkor kb. senki vagy. Lehet, hogy ez a hozzáállás van a cégeknél, mert hogy az ember a márkákat sem tudná felsorolni, annyi van belőlük, ott a Sony, az Apple, a Samsung, a Huawei, a Jabra, az Anker, a Tronsmart, a Blitzwolf, most már a OnePlus is, a Bang a Xiaomi és az olyan kevésbé ismertek, mint például a Tranya, a JLab és a mellett az Irfan. A Cessen csináltam már egy videót erről a fülesről, viszont ott nem próbáltam, ahogy ígértem, lesz róla a teszt is, és hát végre 6 hónap után megérkezett. Ez a kb. 17 ezer forintos, elég jó hangzású, írfán R. A fülhangatott dobozában a vásárló kapni fog egy USB-C kábelt, illetve plusz három pár különböző méretű gumiharangot. Ahogy a bemutató videóban is elhangzott, az Irfan R egy száras inír fülhallgató, és hát elég sok ilyen megoldással találkozhattunk már a piacon. A ces valószínűleg már a végleges terméket hozták el, ugyanis a töltőtók anyaghasználata nem változott, alapvetően egyébként nincsen vele baj, tök jó matt felülete van, viszont összehasonlítva az airpods ez könnyebb, jobban mocorog a fedele, egyszerűen csak érződik rajta, hogy nem kifejezetten drága füles. Ennek ellenére persze nagy gondok nincsenek vele, könnyen berakhatók a helyükre és a mágnesek is jól tartanak mindaddig, míg egy nagyobbat nem ez rajta. A füleseken kívül van egy-egy led, ami jelzi, hogy ha párosító módban van, vagy hogyha tölt az eszköz, és ha már led, akkor a tokon kívül szintén van egy, ami a töltöttséget jelöli viszonylag egyszerű módon. A zöld, akkor van még benne szufla, hogyha sárga, akkor kb. a felénél jársz, ha pedig piros, akkor lemerülőben van. Első alkalommal egyébként nem kellett nyomnom semmit, alapból párosító módban volt, de hogyha a tok belsejében lévő gombot nyomva tartod, akkor tudod az Irfan Air-t új eszközhöz párosítani. A füleshez nem tartozik alkalmazás, amiből igazából csak annyi érdemi hátrányot származik, hogy nem tudod szabni az érintő felületet, illetve nem tudod szabályozni a hangszint. Én mondjuk ezeken alapból sem állítanék, de aki szeret ezzel játszani, annak ez fontos információ. Minden ilyen füles videómban kb. hangot adok annak, hogy én annyira nem szeretem ezeket az inér fülhallgatókat, ez azóta sem változott, de egyébként tökéletesen ül a fülemben, és nem is akar kézni, hogyha mozgok, vagy hogyha ugráltam. Ami nagy fegyverténye ennek a fülesnek, főleg ennyi pénzért, hogy IPX7 tanúsítványnak megfelelően vízálló, tehát akár úszáshoz is magunkkal lehet vinni, de edzéshez, ha a te megáll, és esőben való használatra kiváló, viszont maga a töltőtök az nem vízálló, az IPX7 csak a két fülesre vonatkozik. Az Irfaner e érzékeli, hogy ha kiveszed a füledből, ha pedig visszateszed, akkor újraindul a zene, de egymagában is tudod bármelyik oldalt használni, így gyakorlatilag megdupázhatod a használati időt. A külső érintő felületet, ugye, ahogy mondtam, nem lehet testre szabni, így jó lehet tudni előre, hogy mi hogyan működik. A szimpla érintése nem csinál semmit, ami tökre rendben is van így, dupla érintése megállítani és elindítani tudod a zenét, a bal oldalon a tripla érintése hangasszisztenst indíthatsz, a jobb oldalon pedig a következő zenére ugorhatsz, végül pedig hosszú érintése a bal oldalon halkíthatsz, a jobb oldalon növelheted a hangerőt. Visszalépni előző számra itt nem lehet. A fülesen összesen négy mikrofon található, és hogy milyen a minőség, azt már is mutatom. Na srácok, amit most hallotok, az az Irfan R mikrofonjának a minősége. ahogy láthatjátok, kint vagyok, így nagyjából erre a beszélgetési minőségre kell számítani ettől a fülhallgatótól. A hangzásról egy-egy 6 mm-es, dinamikus, kompozit, biocellulóz driver gondoskodik, és akármennyire is kacifántos az elnevezése, remek hangminőséget produkál. Tehát tényleg ez egy kb. 17 forintos fülhallgató, és ha ezt nézzük, nem lesz panasz a minőségre. Az olcsó általában valahol valamilyen kompromisszumot kötni kell, egyeseknél kevés a pasztus, másoknál tompa a hangzás, de itt egyikkel sincsen gond, erős, határozott a basszussal, de nem tűnik, hogy is mondjam, mesterkértnek, hogyha értitek, mire gondolok, de mellette a többi tartomány, a hangszerezés és az ének is jól megkülönböztethető és tiszta, mégsem harsány. Ha feltolod maximumra a hangerőt, akkor a középtartományok hangereje emelkedik meg jobban, de szerintem amúgy sem használják nagyon sokan ezeket max hangerőn. Az Irfan R Bluetooth 5.0-val kapcsolódik a telefonodhoz, és AAC valamint SBC kódekeket támogat, aptx re itt ne számítsatok. Egy feltöltéssel a fülhangató 7 órán át bírja, a töltőtökben pedig további 28 órányi töltés lapul, szóval nagyjából 3 4 tudod feltölteni a füleseket, mielőtt a tok is lemerülne. Az USB-C-s töltésnek köszönhetően 10 perc alatt 2 órás üzemidőt kapsz, másfél óra alatt pedig teljesen feltölthető, de hogyha van egy csi szabányú töltőpadod, akkor vezeték nélkül is tudod tölteni. A Tech2.hu közösség csoportban is gyakran kérdezitek Facebookon, hogy milyen fülhallgatót érdemes venni x ezer forintért. Ugye eddig leginkább a 40 000 forint fölötti kategóriát érintettem, illetve az olcsó Xiaomi Air próbáltam, de most itt van ez a közéjük eső, kedvező bárkategória, amiben én jó szívvel tudom ajánlani az Irfan air Remek a hangzása, teljesen vízálló, és mióta használom, nem volt vele olyan gond, hogy valamelyik oldalon ne szólt volna, ugye a tévés füleseknél ez gyakori jelenség. Amit negatívunként említenék meg még egyszer, hogy nincs APTX támogatottság, illetve nincsen hozzá applikáció, így nem tudott testre szabni az érintőfelületet és a hangzást, de ha erre nincsen szükséged, akkor én csak ajánlani tudom. Az Irfan Ert egyedül az Alza árulja Magyarországon 35 ezer forintért, ami gyakorlatilag kétszerese az eredeti árnak. A a gyártó oldaláról is meg tudjátok rendelni, EU-s Amazon raktárból küldik a terméket, tehát nem lesz fennakadás a vámon, illetve az említett 60 dolláros árból augusztus végéig legsiphettek 12-t, hogyha használjátok az Irfan 2 kuponkódot. Nem fizetett a promóció és egyébként sem árulok zsákba a macskát, viszont a gyártó ezzel akart kedveskedni az én nézőimnek, nektek, illetve hogy egyáltalán foglalkoztam a termékükkel. Szóval 20% kedvezmény a kuponkóddal, így kicsivel több, mint 14 ezer forint a végösszeg, 17 ér is jó ajánlat, 14 ért pedig mondhatni ajándék. Ha érdekel, akkor a link a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, ez lenne tehát az Irfan R. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!